Az általányadózókra adóelőleg fizetési kötelezettség vonatkozik, ennek hamarosan itt a határideje. Hogy ezt megfizessék az érintettek, először a jövedelmet kell megállapítani, melyhez a bevételt kell csökkenteni a költséghányaddal. Ez lehet 40, 80, illetve 90%. Amennyiben egyes vállalkozók többféle tevékenységet folytatnak, akkor az alacsonyabb költséghányaddal kell számolniuk. A levonás után megmaradt összeg a jövedelem, amely idén 1 millió 200 ezer forintig adómentes. Ez azt jelenti, hogy éves összegről van szó, és amíg az adózónak a jövedelme el nem éri ezt az összeget, illetve meg nem haladja, nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Azoknak a régi katásoknak, akik általányadózásra tértek át szeptember 1-től, ezt az 1 millió 200 ezer forintot figyelembe kell venni. Az adómentes jövedelemrész figyelembevétele után megmaradt összevont adóalapból a vállalkozók érvényesíthetik a kedvezményeket. Ilyen a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a családi, a személyi, valamint a 25 év alattiak kedvezménye, illetve az első házasok kedvezménye. Az adóelőleget negyed évente, a negyed évet követő hó 12-éig kell befizetni a hivatal felé. Figyelemmel kell lenni arra, hogy ez az 1 millió 200 ezer forintos adómentes határ vonatkozik az adózóra, tehát abban az esetben, hogyha a jövedelem része nem éri el ezt az összeget, egészen addig, míg el nem éri, vagy meg nem haladja, nem kell neki adóelőleget sem fizetni. Természetesen, mint minden ügykörben, úgy ebben a témában is kérhetnek segítséget az érintettek a NAV munkatársaitól. Megtehetik ezt személyesen az ügyfélszolgálatokon, vagy a 1819-es infóvonalon is.